am a pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. A legjobb állapotában szeretné pályára küldeni Ambrose Martin. Hátralabda szerzése megint. Felugrásból abbasz Enzeminko. Sasszonzicere is jó. Nagy hirtelen nyíve közé rajzolt tizet a Győr. Oftedal belenyúlt Nguyen, de eljut Brácethez, most pedig Sacsülnél már, az megadtam. Ezt mutatja, hogy előbb Christiansenbe ment labda nélkül. Sacsülé az ittszer, Sacsülé a gól, 8-3-10 perc után 5-re vezet a Győr. Úgy játszik az Eto'o legalábbis ebben a 10 percben, mintha semmi nem történt volna az elmúlt 2 hónapban. Hansen visszaadja Sacsülnek, gyönyörű játék volt. Sacsülnek egy kapott egy ütést a fejére, azonnal lehet ápolni, ez azt jelenti, hogy lesz majd progresszív büntetés. Legalábbis remélem, hogy azt jelenti. Sacsülnek Adin 3 gólos, és jön a 2 perces kiállítás Nokandinak. Nem tudom, ki mit várt az első 12 perctől, de ez szinte tökéletes. Christiansen. Rüh ismét. Christiansen, Oftedal, szép volt a húzás, Sacsül bepattintja, okos lövés. Rüh szerzett gól, Sacsül viszont már is 4-4 jár. Rüh. Igen, talán későn gondolta arra Rüh, hogy nem jobb szélső van a jobb szélen, a bal szélen viszont bal szélső van. Sacsül Nadén, aztán még csúnyán hátra néz, de bizonyta. Valószínűleg odaütött még egyet a beugrás közben a bolyan. Végig dominált a és hat a Leitersen szemben is. A Leitersen majd holnap játszik egyébként Moszkvában. Azt a mérkőzést közvetítjük a Brest-Ferencváros találkozója 16 órakor. Ez is bent van belőle. Oftedal létszámfölénye bal oldalon. Sacsül, óriási szög és óriási különbség. Ezen a meccsen még nem látott 10 gólos differencia. 35-25. És még egyszer az ellenfél a teljes kerettel érkező meccs. Labdáltak, akik azért mindenképpen meghatározók lesznek ma jövőn a játékában. Ez a bejátszás már nem volt jó Klemencsicshez. Sacsülzicserben elegánsan teszi el. Allen hátlábai között már is 2-2. Jó kézi labdázott a meccs ellen. Egyébként Sacsül Nadin is 9 lövés, 7 gól volt a mérlege. Ő volt a második legeredményesebb győri. És ezekből szeretnénk nagyon-nagyon sokat látni. Labdaszerzések, könnyű gólok. Christiansen, le a szélre, Sacsül belőli azt is, 2-2. Olyan szépen játsz a menutársait, nem csak a beálló játékosokat, hanem ahogy látta, hogy kilépett a szélsővédő, más Sacsül Nadinnak adta a labdát. Lekics, Glozer véd. Megint indul Sacsül, megint jó lehet az indítás némi szerencsével. Sacsül pedig 3 gólos 4,5 perc játék után, de ez a 2 tökéletes labda Glozertől aranyat ér. A játékos sem tudta megszerezni a lepattanó labdát. Sacsül Nadin megint éles volt nagyon. Megint jó a blokk és ez így Glozeré. És középen indít, így lesz a jó Sacsülnek. Tökéletes összjáték volt. Úgy tűnik, hogy az a szerencsefaktor, ami még egyébként a meccs ellen is benne volt a Győr játékában, az abban maradt mára is. Eddig 60. percekben azért megpróbálják majd felőrölni az Odenzét. Sacsül indul, Glozertől kapja, egyenlíthet Sacsül Nadin, meg is teszi, ennél fontosabb lövés nincs. Igen, csak hát a kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy van-e olyan tempó és van-e olyan sebesség ezen a mérkőzésen. Lehet látni most, hogy Odenzénél felballagnak el. Oktedál, Sacsül. Jó! Nem volt egyszerű. Prüm. Jensen, belemenés. Christiansen és Lukács dolgozott jól, lehet egyenlíteni, Enzeminko, Sacsülnek pattintja, meg is van, 6-6. Mert most ugye, hogy Oftedal nincsen, így abszolút Enzeminko, aki a labda felhozatalakban elosztja a labdát.
És amikor a játékosnak teljesen más ritmusban kell alkalmazkodni, hiszen teljesen más mozgású, mind a kettők nagyon gyors. Enzeminko, Hafra, Schatzl, úgy is van. Ez így most már egy 4-0-ás győri széria. És most az időkérés Rasmus Overbitől. Passzív, Oftedal, Schatzl, gól! Oftedal és Christiansen keresztje volt a nyerő megoldás. Christiansen, Schatzl megfogja, aj de szép! Csodálatos mozdulat volt. Mindenképp foglalkoztatni kell mind a két oldalon a szélsőket. Marad a fölállás egyelőre. Rü, Hansen, Oftedal, Schatzl lövi a kapuba. Ez az. Úgy nézett, hogy talán már hamarabb is megkaphatta volna a labdát, mert eléggé fönt lépkedett Jakobsen, de így is jó. Ez a tizedik győri gól. Schatzl nézi a vonalat, és nézi a kaput! Gyorsan jött a riposzt. Kapus probléma volt. Schatzl, gól! Touch your